Az egyik hetilap közzétette az ország középiskoláinak különböző szempontú rangsorait. Egerből két középiskola ért el kiváló helyezéseket, a Neumann és a Pásztorvölgyi. Az eredményekről sajtótájékoztatón számoltak be, ahol Habis László polgármester kiemelte, viszonylag fiatal intézményekről van szó, így még inkább rendkívüliek az elért eredmények. A Neumann János középiskola és kollégium több részrangsorban ért el előkelő helyet. A szakközépiskolák és az alapítványi intézmények sorában a második, a közgazdasági iskolák között az első helyet érte el, és ötödikként végzett a kereskedelmi marketing szakmai rangsorban. A lista többek között az érettségi vizsgák, a tanulmányi versenyek, a kompetenciamérések eredményei és a felvételik alapján állt össze. Az a célunk, hogy azokat az igényeket elégítsük ki, amelyeket velünk szemben a gyerekek, a szülők, általában nagy szavakat mondjuk a társadalom, meg a felsőoktatási intézmények támasztanak. Ha ez sikerül elérnünk, és ez egy országos egybevetésben azt jelenti, hogy ott vagyunk a toplisták élbolyában, akkor ez külön öröm. A két tanítási nyelvű iskolák rangsorában az idén 20 éves Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium az ötödik helyen végzett. Az intézményben 16 éve folyik két nyelven a képzés. A rangsort az érettségi és a nyelvvizsga eredmények alapján állították össze. Szeretnénk ezt egy közbűső állomásnak tekinteni, szeretnénk elérni azt, hogy még komolyabb eredményeket érjünk el. Most már ugye a nyelvi eredményeink azok tulajdonképpen majd, hogy nem túlszárnyalhatatlanok, hiszen közel 100%-os a felsőfokú nyelvvizsgánk, de tanulmányi versenyeken és egyéb ilyen dolgokban is szeretnénk előrelépni, illetve a beiskolázásunkban is stabilizálni azt a jó helyzetet, amelyben most vagyunk. Abban mindkét igazgató egyetértett, az eredményesség a motivált, szakképzett pedagógusok, a tehetséges diákok és a szülők együttes munkájában rejlik.